Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntöm őket februári nemzetpolitikai előadásomon, amelyre Magyarország súlyos politikai válsága közepette kerül sor, úgyhogy ezzel a mai előadásán témáját meg is jelöltem, és kérem, hogy énekeljük el közösen a himnuszt és a székely Hmm. Isten ad meg a mar. Magyar testvérek szeretettel köszöntök a aki közelről, távolról érkezett. Az ország távoli különböző különböző is különböző itt embereket, különböző látok különböző nemzetőröket, különböző szeretettel különböző Addig egy hónapja történt, hogy miközben zajlottak a Magyarok 11. világkongresszusának előkészületei, egy rendkívüli hírrel szakították meg Magyarország legfőbb hírcsatornáinak műsorát, és a délutáni órákban halálos nagy fenyegetettségű. Terrorista akciónak a leleplezéséről től volt hangos a, a nemzetszolgálati média és a kereskedelmi média úgy szintén arról volt szó, hogy egy 150 fős rendőri rajtaütéssel, amelyet segített a terrorelhárítási központ, rajtaütöttek egy olyan társaságon, amelyik azon mesterkedett, hogy hogyan tudná lefegyverezni a magyarországi rendőrséget, a magyar honvédséget, és letartóztatni majd valamennyi magyar állami vezetőt, azzal, hogy majd egy új Magyarországot, egy szkíta Magyarországot híznak, hoznak létre. Aztán lassan kiderült, hogy a hatalmas rendőri erővel Mindössze 8-10 öreg embert sikerült elfogni az ország 10 megyéjében. A vezér 88 évesnek bizonyult, de szép számmal voltak 70 és 60-as éveikben járó felforgatók, fegyverforgatók. Különleges fegyverarzenált is bemutattak a képsorokon, egy légpuskát, több légpisztolyt, riasztópisztolyt, amit sikeresen lefoglalt a rajtaütés szervező rendőrség. Alig ha maradt ember Magyarországon, aki számára két-három nap alatt ne vált volna nyilvánvalóvá, hogy ez egy kamu. Ez egy előre kitalált, felfújt, megszervezett akció, még akkor is, hogyha Netán annak szereplői nem voltak tisztában azzal, hogy őket valaki különleges célokra használ. Az ügynek különleges pikantériát az adta, hogy a, azok a képsorok, amelyek a tettenért elkövetőkről, vagy a, a lefülelt még elkövetés előtti állapotbukban lefülelt összeesküvőkről nyilvánosságra kerültek, kísértetjesen hasonlítottak ahhoz a küllemhez, amelyben a Magyarok Világszövetségenek elnöke és különböző vezető szereplői több mint egy évtizede tartják a nyilvános megszólalásaikat. Vagyis ez a helyszín, amit itt látunk, most ugyan a Szent Koronát skita őrzőkkel vettük körül, és ez mind a világkongresszus jegyében történik. Amúgy rendre a Szent Korona másolata díszíti mindig a nyilvános rendezvényeinket, és a hátunk mögött egy nemzeti színű zászló vízszintesen felfogra a falra mondjuk jellegzetes ránk valló felirattal. Nos, az a kép, amit az összeesküvőkről és az ebben esküdtevő kormányzóról, akit ismerünk, Szigeti Sándornak hívják, régi motoros ő, nem akkor került elő, amikor rajtaütéssel elfogták 88 éves vezért, Szigeti Sándorék ugy, ugyanilyen különlő környezetben esküdtek fel arra, hogy majd itt létrehozzák az Kita a Magyarországot, úgyhogy előbb lefegyverzik a magyar rendőrséget, aztán lefegyverzik a honvédséget, aztán letartóztatják az összes politikai bűnözőt. Nos, félreérthetetlen célzás ez ám arra a Magyarok Világszövetségére, amelyik nemcsak, hogy az idén sorra kerülő 11. világkongresszusán ezt a címet választotta, skitákkal a sötétség ellen, hanem amelyik Magyarok Világszövetsége én már három évtizede azon mesterkedik, hogy egy nem létező nemzetnek az értékrendszerét becsempésze, a világ legnagyobb magyar szervezetének az alapszabályába, és folytatólag az egyetemes magyar nemzetet egyedül képviselni hivatott Magyarok Világkongresszusa értékrendjébe, és újabban már Horribile diktu annak címébe is leplezetlenül és kendőzetlenül. Igen. Sőt, nem csak ezt Tette a Magyarok Világszövetsége és a Magyarok Világ kongresszusa, hanem már 2012-ben, amikor a Magyarok 8. Világkongresszusa ülésezett, egy éves előkészítő munkával, amelyikbe részt vállalt több mint 40 kiváló magyar tudós, társadalomtudós, előkészítette, és világkongresszusi legitimitással egy háromnapos nemzetstratégiai konferencia eredményeként elfogadta a magyar nép, a magyar nemzet, a magyar állam, a magyar haza meghatározását. Azt a meghatározást, amivel mindeddig a magyarság hiával volt. Hiszen a magyarság számára legfőnebb költők fogalmazták meg, hogy mi a különbség a nép és a nemzet között, hogy mi a, mitől válik egy nemzet hazátlanná vagy hazá, hazát birtoklóvá, hogy mit jelentenek a nemzeti kisebbségek, mit jelentenek a népcsoportok, mit jelentek a nemzeti közösségek. Ebben a teljes fogalmi kacsvaszban, amit a globalizálódó világnak az ellentmondásos szóhasználatát és különböző, kultúrkörökből átszivárgó fogalmak tengerének elegyében a szegény mindennapi embernek el kell viselnie. Ezt kihasználva láthatatlanul munkálkodó politikai erők egy teljes fogalmi zavart támasztottak, és ebben a világban ez az az állapot, amikor nem csak népeket, nem csak kisebbségeket, nem csak népeket, hanem egész nemzeteket, egész államokat el lehet sűjeszteni, maradéktalanul el lehet tüntetni a történelem színéről. Nem csak a világ térképéről, a történelem színéről is. Igen, ez a folyamat zajlik, és ebben a folyamatban a Magyarok 8. világkongresszusa 2012-ben azt tette, majd 2016-ban ismét társadalatára vette, és Kicsit kiegészítette, de addig elfogadott részét változatlanul hagyta. Majd 2021-ben a magyarok 10. Világkongresszusa úgy szintén társ vette, újabb árnyalatokkal gazdagította, de az addigiakat maradéktalanul érvényben hagyta. A magyar nemzet meghatározását. Márpedig a magyar nemzet meghatározása ezzel a mondattal kezdődik. A magyar nép, egy rejtélyes körülmények között fennmaradt nép, amelyik nyelvében őrzi egy a görög-római civilizációnál régebbi, jelentős civilizáció nyelvét, és folytatja, hogy kisebb mértékben kultúráját, és még kisebb mértékben hitvilágát. Nos, kedves barátaim, a nagy titok az, hogy az a bizonyos jelentős civilizáció, amelyik megelőzte a görög és a római civilizációt, az a civilizáció. És ennek a civilizációnak a nyelvét őrzi a magyar nép, vagyis ennek a civilizációnak a nyelvét beszéljük mi ma is. Hát ennél nagyobb állam elleni összeesküvést nehéz elképzelni egy olyan országban, ahol még ma is azt hirdetik, hogy a lapföldről jó esetben, esetleg egy kicsit keletebbről és egy kicsit délebről, valahonnan onnan, a Finnországtól is keletebbre, a, a tajgából mászott volna elő a magyarság, és származott volna le a lappokból és a finnekből hatalmas kultúrával és civilizációval. Olyan civilizációval, amelyikről Mário Alinei, Európa első számú nyelvtudósa, összehasonlító nyelvtudósa, aki az UNESCO, vagyis az ENSZ-nek a kultúrára szakosodott testülete, az UNESCO által eltervezett és létrehozott hatalmas, nagy európai nyelv nyelvatlaszt, amelyiknek több mint ötven kötete jelent meg. És amelyik nyelvatlaszban az összes európai nyelvjárást sorra vették, és annak minden szavát, az összes európai nyelvjárásnak minden szavát egymás mellé rakták, valamennyi európai nyelvjárásban, nem nyelven, nyelvjárásban. Ablak, 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 asztal asztal, 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 stb. Szóval ez a Mário Aliné, amikor elküldte erre a bizonyos 8. világkongresszusra az üdvözlő levelét, azt írta, hogy el kell jönnie annak az időnek, és el fog jönni az az idő, amikor a nemzetközi tudomány kénytelen lesz letenni a fegyvert és elismerni a magyarságnak a hatalmas civilizációs hozzájárulását ami a bronz korszak óta meghatározza Európát. Közben Magyarországon azt tanítják kisiskolásoktól fel az egyetemekig, hogy mi egy senevész bebotorkáló nép vagyunk, akik valahogy, valamikor Árpádékkal ide bebotladoztunk a Kárpát-medencébe, addigi történelmünk ismeretlen, nyelvünknek a szavait döntő mértékben kölcsönvettük, vagy a szlávoktól, vagy a germánoktól, vagy a latinoktól, vagy a románoktól, vagy a szerbektől, vagy a tótoktól. Magyar szó, magyar eredetű magyar szó alig van, ha megnézzük a magyar nyelv értelmező szótárát. Hát ez azért ordító különbség, és ameddig a hivatalosság arra az álláspontra helyezkedik, hogy ez emígy lenne, addig valóban felforgató tevékenységnek tűnik az, amikor előáll egy Magyarok Világkongresszusa és egy Magyarok Világszövetsége azzal, hogy az két a civilizáció nyelvét beszélni a magyarság. Igen, kedves testvéreim, ezt a gondolatot azért mondom el sokat szorra a nemzetpolitikai előadásaim keretében, mert nem lehet eléggé ismételni addig, ameddig ezt mindenki tudomásul nem veszi, és ameddig ez be nem kerül minden ember fejébe, és végül minden, minden elemi tankönyvbe Magyarországon. Nos, hogy mennyire nagy ez a különbség, azt a, az elmúlt évtizedben életre hívott Magyarság Kutató Intézetnek a sorsa támasztja leginkább alá. Ugyanis a ma a Kásler Miklós korábbi miniszter által vezetett kutatóintézet azzal robbant be a magyar köztudatba, hogy genetikai kutatások eredményeként ennek tudósai, Kimutatták, hogy a honfoglalás kori csírokban talált genetikai leletekből kiderül, hogy a honfoglaláskori magyaroknak semmi közük a finnogorokhoz, hanem inkább Ázsia közepe felé mutatnak a nyilak, és ott kell keresni a hunok világában a honfoglaló magyarokat. Most ez volt a kezdet már hova jutott a Magyarság Kutató Intézet, odáig eljutott, hogy időközben megváltozott a véleményük, és időközben előbb angol nyelven, azért, hogy lehetőleg mindenki ne értse, aki magyarul beszél, közzétették azt, hogy hát bizony, a honfoglaláskori sorok, sírokban találtak ám finnugor géneket is. Aztán, hogy teljes legyen a kép, már már nyíltan hirdetik, hogy a Magyarság Intézet genetikai tudományjal is igazolta a finnugor származás elmélet helyességét. Annak a finnugor származás elméletnek a helyességét, amelyik már 2004-ben kimult. Már 2004-ben, amikor lezajlott a magyarok hatodik világkongresszusa, amelyiknek az volt a címe, a Magyarság és a Kelet, amelyiknek a nyitókongresszusán a már említett Mário Alinei azzal kezdte a beszédét, angol nyelven elmondott beszédét, hogy bocsássanak meg, egy kicsit lámpalázos vagyok, mert még soha nem beszéltem 1500 etruszk előtt, hiszen ő volt az, aki... Ő volt az, aki egy évvel korábban, 2003-ban a bolonyai Il Mulino, vagyis a, Malom nevű kiadónál megjelentette azt a híres könyvét, amelyik hozzájárult ehhez a kölcsúszamláshoz. És annak a címe az, Etrusco una forma arcaica di ungherese, Vagyis az etruszkok nyelve a magyar nyelv egyik ősi változata. És akit meghívtunk ide Budapestre, és amikor magánbeszélgetésen megkérdeztem tőle, hogy hát mikor jutott arra a felismerésre, hogy, hogy azért az etruszkok nyelve az a magyar nyelvdel ősi változatának a, a, az egyik alakja, azt mondta, hogy hát én már kezdetben azt tudtam, hogy nem hogy ősi változatának az alakja, hanem a magyar nyelvnek a megfelelője. Nem valami ősi változatnak, de hát ezt így lehet csak kimondani. Na mondom, de mikor jött erre rá? Jaj, hát erre rájöttem évtizedek óta, csak nem lehetett kimondani, mert ha kimondtam volna, vége lett volna a tudományos pályafutásomnak, úgyhogy meg kellett várnom, amíg 80 éves leszek, már lefelé tart, túl vagyok a tudományos pályán csúcsán, én már nem árthatnak nekem, és akkor megírtam életem összegzését. Ezt az 500 oldalas könyvet. Hát, kedves testvéreim, ime, hogyan támoljog az igazság a politikai erőtérben? Hogyan támoljog az igazság a magyar közélet és a magyar politikai erőtérben, és hogyan befolyásolja azt a nemzetközi erőtér? Most hasonlóképpen, ahogy ezt a, ezzel a Látszólag ártatlan kérdéssel, mondom látszólag ártatlan kérdés, hogy végül is a magyar nyelv az honnan származik, milyen régi, kit érdekel, egy kis nyelv, 10 millió, 15 millió ember beszéli, van itt 8 milliárd, nem téma a népek asztalán, mondhatná az avatatlan eh, hallgató, de kiderül, hogy bizony nagy téma és bizony, hogy sokakat foglalkoztat. És sokan vannak azok közül, akik nagy hatalommal rendelkeznek, és akik pontosan tudják azt, amit a Magyarok 8. világkongresszusa először mondott ki tagoltan, hogy vagyis az a civilizáció nyelve, a magyar nyelv. Nos, hát ilyen előzmények után, kedves barátaim, vissza kell térnünk a januárban történtekre, és ki kell mondanunk, hogy az egy súlyos provokáció volt, talán több is volt, az egy merénylet volt. De nem a 88 éves légpuska forgatók részéről, hanem azok részéről, akik kitalálták ezt az egész akciót. És ez, azt is ki kell mondanunk, hogy ugyan félreérthetetlenül a Magyarok Világszövetsége és a Magyarok világkongresszusa ellen irányult, azt kívánta jó előre lejáratni, jó előre, hol mi terrorista vállalhatatlan színben feltüntetni, jó előre elriasztani ettől a világkongresszustól minden előadót, minden küldöttet lehetőleg úgy tekintsenek rá, mint a leprásokra, akiktől távolságot kell tartani a mai Magyarországon. Hát, kedves barátaim, ezt mondom, ez csak látszólag irányult ellene, de tulajdonképpen mélységében maga a szkítaság ellen irányult, hiszen az az, az az a titok, ami egyben egyesek agyában szitok, és ami, ami arról szól, hogy Na no, azt aztán nem. Azt, ha addig élünk, se hagyjuk ismét feltámadni. Mert hogy azt kitátott azt kit a, a világ letűnt. És az emberiség számunkra tálalt történelme, a számunkra tálalt történelme lényegében mind arról szól, hogy hogyan pusztítják lépésről lépésre, lépésről lépésre, lépésre, lépésre az kit a világot, hogyan számolják fel annak maradékát, hogyan gyújtják fel könyvtárait, kezdve az alexandriai könyvtárral, folytatva a kartágói könyvtárral, 700-600 ezer kötetes könyvtárokról van szó, ahol az azt megelőző 10-15-20 ezer év történelme írva volt és miután ezeket sikerült felgyújtani és lerombolni, nyilvánvalóan el lehetett kezdeni az új mesét, hogy tulajdonképpen a történelem ott kezdődik, amikor ezek eltűntek, és már nem lehet rájuk hivatkozni. És ez a történelem, amit nekünk tálalnak, arról szól, hogy hogyan emelkedik fölül ez az újfajta civilizáció, az kita civilizáció fölött, és hogyan zsugorodnak az kita népek, a szkíta utód népek, hogyan tűnik el a szkita kultúra, sajátítják ki annak mindenféle tartalmát, értékét és vetületét az új, új, újszülött népek, és legfönnebb annyi maradhat fenn róluk, amit ugyan nem vitatnak, hogy a szkíták voltak a, a legrégebbi nemzet. Ezt a régi görög írók úgy leírták olyan sokszorosan, hogy ezt azért nem lehet fölülírni. Tehát ez ma elfogadott, hogy a szkíták voltak az első nemzet, még az egyiptomiaknál is régebbek, régebbiek voltak. És a szkíta erkölcsöket. Tehát ez az elmúlt 3500 évnyi történelem, mert körülbelül ez az a történelmi időszak, amit a mai emberiségnek úgy tálalnak és tanítanak, ez, ez alatt a népeket, vagy sikerült eltüntetni, vagy el sikerült felettetni velük az ő szkíta voltukat, a nyelvüket, stb. De egyet nem lehetett mind a mai napig. Mind a mai napig azt nem lehetett elérni, hogy a szkíta erkölcsöket bárki kikezdje. Nem. A szkíta erkölcsöket azok tiszták, az kit világban a legsúlyosabb bűn, a hazugság volt. Azért volt a legsúlyosabb bűn a hazugság, mert annál súlyosabb bűnt nem ismertek. Annál súlyosabb bűnt, mint a lopást, a csalást, a rablást, a gyilkosságot, a népírtást. Ezek a fogalmak nem léteztek. a kit világban. Nos, az, ami itt most Magyarországon egy hónappal ezelőtt történt, azzal a 150 rendőrrel és tech kommandóval végrehajtott, persze megfelelő médiatállalással elkövetett e, merénylet, az végső soron a Skita erkölcsöt is megcélozta. Mert az az, amit eddig még nem igazán próbált meg senki. És jó lehet, az kítákat mindenestől estől el lehetett tüntendi. Azok, akik még a nyelvüket beszélik, azoknak fogalmuk nincs, hogy ez kíták nyelvét beszélik. Sőt, akad számos tudós, aki ezt be is bizonyítja, hogy nem úgy van, hiszen vannak szkita nyelvtudósok, akik majd kitalálnak mindenféle nyelvet, és azt mondják, hogy az volt a szkita nyelv. De azt, hogy az két erkölcsöknek neki menjenek, azt eddig még nem próbálta meg senki. No, Magyarország ezen is túl van, és ezzel, ezzel egy akkora öngolt lőtt, hogy egy ma népszerű fogalommal éljek, mert igazából találóbb, találóbb kifejezés lenne az, hogy bakot lőtt, vagy ahogy szokták a politikusok mondani, hogy lábon lőtte magát, nem, ez főbe lőtte magát ezzel, mond, majdnem főbe lőtte magát ezzel. <coughs> És hogy ez a majdnem főbe lövés miben, miben ölt testet, kedves barátaim? Hát a múlt hét történéseiben. Vagyis a Kita erkölcs, a láthatatlan falként létező szkita erkölcs, amelyik ott van mindjártunknak a lelke mélyén. Hiszen a magyarokról oly sokan feljegyezték, hogy, meg a szkítákról még többen feljegyezték, hogy nekik nem kellettek írott törvények, a törvények a szívükbe voltak vésve. Nem kellett kőbe vésni, papírra vetni. A szívükbe voltak vésve a törvények, a szívükbe volt vésve a tisztesség, a szívükbe volt véve az igazság, a méltányosság, a szeretet. Mert az egész kit a világnak a legfőbb összetartó ereje, az az eszmeisége volt, és amelyik szeretet alapú volt. Hiszen úgy kezelték az embertársakat, mint akiknek egyenlő a méltóságuk, nem a francia forradalom féle egalité, ami hamis és hazugnak bizonyult a kezdetektől fogva, hanem ténylegesen abban, amiben egyenlők vagyunk, hiszen Isten teremtményei vagyunk, a jó Isten teremtményei, nem akármelyik Istennek az emberiség történelmében, és ma is sok Istent áldanak, a jó Istenről, akire Jézus tanított minket, mint az atyára, aki szeretett, aki szerető és szeretetteljes. Igen, tehát ez a, ez a szellemiség hatotta át az kit a, a társadalmat, és el kellett jönnie annak a napnak, amikor valaki ezt meg is fogalmazza, és túl is éli, még ha nem is sokáig. Mert 2016-ban a magyarok 9. világkongresszusán zajlottak itt az előadások a magyar őstörténetről, meg mindenről, ami ilyenkor szokott lenni és az előadók között ott volt Borsos Lajos, dr. Borsos Lajos Zürichből, aki már 30 éve kutatta, hogy vajon miért és hogyan tűntek el az emberi társadalomból a női istenek, hiszen a régészeti, a 15-20 ezer évvel, 30 ezer évvel ezelőtti régészeti leletekből az derül ki, hogy női istenek voltak akkoriban és hogy ezek hogyan tűntek el az emberi társadalomból, és hogyan jöttek helyi be a, a férfi istenek, és hogyan szorították ki teljesen. Tehát ezen évődött már 30 éve, és akkor ezen a világkongresszuson, amelyik már újra tárgyalta, ismét tárgyalta a magyar nemzet meghatározását, akkor leesett neki, valami egy tantusz megvilágosodott, és megírta azt a könyvét, amelyik egy mérföldkő. Német nyelven jelent meg, és ennek a könyvnek az a címe, Das Neue Testament, das Vermächtnis der Schieten. vagyis az Új Testamentum, a szkíták hagyatéka. Tehát nem más, a Skita világ hagyatéka, nem öröksége, hanem az, amit hátrahagy különbség van az örökség és a hagyaték között. Hát Jézus úrunk tanításai, szkíta örökség, szkíta hagyaték, bocsánat. Az én úgy szoktam megfogalmazni, hogy mi magyarok eredendően keresztények vagyunk, hiszen három ezer évvel Jézus úrunk eljövetele előtt eleink, szkíta eleink már pontosan úgy éltek, mint ahogyan azt Jézus Urunk 3000 évvel később, mikor eljött, tanította. Azért mondtam, hogy el kellett jönnie annak a napnak, amikor ezt valaki tagoltan leírhatta, és kimondhatta, és ezt túl is élhette. Mert voltak ám erre még tapogatózó kísérletek szép számban, hogy egyet említsek, élt egy nép, a földközi tenger partján Skita leszármazású nép volt, az is kataroknak hívták őket. És ők voltak vagy 300 ezeren, és foglalkoztatták őket a, a filozófiai mélységű kérdések, hogy vagyis miért vagyunk, hogyan születtünk-e világra, miért élünk, ki az, aki minket megteremtett és feltették azt a kérdést, a kérdést, hogy vajon az az atya, akire Jézus úrunk tanított minket, aki egy jóságos, és megbocsátó, és egy szerető, aki az imádkozunk, az ugyanaz az Isten, mint aki az Ó Testamentumban szerepel, és aki azt mondja, hogy öld meg, gyilkold meg, az állatait se kíméld, a gyermekeit se kímélt, pusztítsd el őket maradéktalanul ez ugyanaz az Isten? Kérdezték a katarok. Hát ennek az lett a következménye, hogy a katolikus egyház a maga vazallus királyságaival, hercegségeivel és császárságaival összefogva utolsó emberig kiírtotta a katarokat. Vagyis legyilkolta őket. Mert megmerték ezt kérdezni. Szegény Borsos Lajos, ő csak egy évvel élte túl könyvének megjelenését, vagy talán még annyival sem, de őt a betegség már korábban megkörnyékezte, úgyhogy nem lett ő is könyvének megjelenése utáni merénylet áldozata. De mindenféleképpen az ő története és az ő könyve az ugyanúgy ide tartozik ehhez a mai mondandómhoz, mert ennélkül ugyancsak nem tudjuk megérteni azt, hogy mi az a láthatatlan szkíta fal, aminek neki ment a magyar politikai osztály, és amiben beleverte a fejét, és most vérzik a feje tőle. De, de mi, mi, aki hiszünk Istenben. A jó Istenben. És tudjuk, hogy ő itt van életünk minden pillanatában. Én pontosan tudjuk, hogyha annak a világnak, annak az erkölcsi világnak, amelyik lényegében az ő világa, és amelyiket itt megtestesített, megtestesített a Földön, az kíta erkölcs, és az kíta szellemiség. És az itt a lelkület, hogyha annak valaki neki megy, akkor annak számolnia kell a következményekkel. Még akkor is, hogyha ez a fal mindvégig ezután is láthatatlan marad, de tudnunk kell, hogy létezik, és bebizonyította azt, hogy létezik. Kedves testvéreim, tehát... Közelebb kerülve a mostani történésekhez, amelyek már a köztársasági elnök asszony lemondásához vezettek, el kell mondanunk, hogy meglehetősen zavaros a kép. És a létező politikai körök látható és láthatatlan erők abban érdekeltek, hogy ezt a homályt, ezt a zavarodottságot fenntartsák. Azért, hogy azt a fennálló hatalmi rendet, ami arról szól, hogy világszerte lényegében egy maroknyi ember akarata érvényesül, a világ vagyonának 99%-a, egy maroknyi ember kezében van, és egy maroknyi ember dönt a világnak a háborúiról, és mindarról, ami itt a Földön történik. Tehát ennek a, ennek a rendnek a fenntartásában érdekelt erők. Azt szeretnék, hogy itt sohasem derüljön fény arra, hogy voltak éppen miért kellett lemondania -e Novák Katalinnak, Miért kellett követnie őt Varga Juditnak? Kik az igazi elkövetők? Mik az igazi elkövetések? Mi az, ami igaziból történt? Mi az, ami igaziból akart történni? Mi az, amit ezzel az óriási áldozattal megállítani véltek? Hát azért, ha csak Magyarországnál maradunk, és a mai magyarországi politikai erőtérben gondolkodunk, akkor azt kell mondanunk, hogy Orbán Viktor, tejhatalmú miniszterelnök, koronájának két legszebb drágakövét ütötték ki egyből. Egy mozdulattal és egy napon. Miért és hogyan? Látszólag azért, mert megkegyelmezett egy pedofilnak az elnök asszony. Tehát ha közelebbről megnézzük, akkor az, akinek ő megkegyelmezett, az, az még senki nem állította, hogy pedofil lett volna. Hiszen annyit róttak terhére bíróságilag, hogy ő hazudott, meg hogy falazott egy pedofilnak, ami nem ugyanaz, mint a pedofília maga. Mint ahogy ugyanúgy, ha valaki gyilkol, az egy gyilkos, és valaki, aki hazudik a gyilkos érdekében, az, az, nem gyilkos. Hát hogyha azért egy köztársasági elnök nem ér annyit, nem ér annyit, hogy a, egy köztörvényes bűnözőnek, tekintsük egy köztörvényes bűnözőnek, aki követte egy bűnt, hiszen hazudik, és hogy a barátját vagy a fölöttesét védi a maga hazugságaival, hogy annak nem oszthat kegyelmet, miközben az ő alkotmányos joga korlátlan kegyelem, kegyelmeosztás nincs korlátozva, semmilyen, semmilyen, módon. A létező törvények szerint nem is tartozik, nem is tartozik annak sem a megindoklásával, sem a nyilvánosságra hozatalával. Tehát ez, ez a, kérdés ugye rajtból felmerül abban, aki megpróbál elvonatkoztatni a médiában keltett hatalmas zajtól. De úgy, ahogy ömlenek a hírek, természetesen újabb és újabb kérdések merülnek fel. Ugyanúgy szélesedik a kör, mert hát kiderül, kiderül hogy e körül a bicskei gyermekotthon körül, és a gyermekotthon igazgatója és igazgató körül, azért hatalmas nagy politikusok forgolódnak, és vannak történések az ő életükben. Hát nem ma kezdődik az ő életük azzal, hogy, hogy tudom is, lebukott a pedofil igazgató, és börtönbe vágták 8 év fegyházra utána még kapott kényszerítésért, korábban elkövetett kényszerítésért két év és valahány hónap börtönt is. Hát a dolog nem itt kezdődik, mint kiderült, hanem korábban kezdődött. Korábban kezdődött, és hogy a nagy politikum mód felett érintett ebben az ügyben. Hát kiderül, hogy 2016-ban nem sokkal azelőtt, mielőtt állami kitüntetésben részesítették azt a Bicskei iskola igazgatóját, akit V. Jánosként ismer a média, mert hát védik a nevét, úgymond. De megírták már számos helyen, hogy vásárhelyi Jánosnak hívják. És 26 évig volt ennek a gyermekotthonnak a, az igazgatója, aki számos kitüntetés birtokosa volt, olyannyira, hogy mondom, 2016-ban magyar állami kitüntetést kap. Olyan magyar állami kitüntetést, amelyikben benne van az egész magyar politikai elit. A javaslattevő Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter, az ügy átmegy Lázár János miniszter kezén is, hiszen ő volt a kormányt vezető miniszter, és az állami kitüntetésekben benne van a miniszterelnök is, és a köztársasági elnök is, a korabeli köztársasági elnök is. Én nem emlékszem arra, hogy amikor ezt az állami kitüntetésben részesített igazgatót végül leleplezték, és jól megérdemelt börtönbe vágták, hogy akkor bárki az állami vezetők közül, akik őt felterjesztették, vagy odaítélték számára ezt az állami kitüntetést, hogy bárki azt mondta volna a magyar nagy pardon, bocsánat, tévettünk, tévettünk, nem tudtuk, hogy. Hát akkor ennek senki, ez senkit nem zavart, pedig az, azt az embert azzal küldték börtönbe, hogy állítólag tíz gyermeket is megrontott, vagy még annál többet is. Hát nem az, hogy valami okiratot hamisított, vagy hogy hazudott, vagy hogy takargatott valamit, hanem ő volt az az elkövető, aki gyermekeknek szenvedést okozott, aki gyermekeket megrontott. Szent István korában a gyermekek megrontásáért halálos büntetés volt az ítélet. És ez a törvény hatályos volt a 20. században is, akár a 21. században is hatályos lehetett, addig, ameddig 2009-ben a Magyarország Magyarországgyűlés a baloldal és a jobb jobboldal együttműködésével, de nem regulálta de nem regulálta, vagyis deregulálta, vagyis törölte a 40, 1945 előtti összes még hatályos törvényt, még a Szent Istváni törvényeket is, amelyek hatályosak voltak. Kivéve, sőt felsoroltak egy lajstromon bizonyos törvényeket, amelyeket nem helyeztek hatányként, de minden egyebet kollektíve, közöttük azt is Szent Istvánnak azt a törvényét, hogy egy gyermek megrontásáért halálos büntetés jár. Szóval, hogyha most erkölcsi alapállásra helyezkedünk, még nem az kita erkölcs alapállására, de közelítünk felé, akkor azt kell mondanunk, hogy amikor Vásárhelyi János, V. János börtönbe került, jogerősen, akkor itt minimum bocsánatot kellett volna kérnie mindazoknak a politikusoknak, lett légyen ő kisminiszter, nagyminiszter, miniszterelnök vagy államelnök, akik ebben az állami kitüntetés odaítélésében részt vettek. Na de ha nem lett volna elég, ha nem lett volna elég, V. Jánost nem csak országosan tüntették ki, nem csak helyileg tüntették ki, hiszen helyileg, még díszpolgára is volt ő Bicskei városán. Ő díszpolgára volt Bicskevárosának. városának amint hallom. Ezt azért kevésbé írják meg, de helybéliektől tudom, hogy tízpolgár is volt, amitől ugyancsak megfosztották nyilván, amikor börtönbe került. De ha nem lett volna elég, hogy a, a politikum így benne van, az állami politikum, a főváros, Budapest fővárosa Karlós István főpolgármester idején, 2015-16-ról beszélünk, ugyancsak úgy találja nagyon fontosnak, hogy nincs elég iskolája Budapestnek, nincs elég gyermek a Budapestnek, ők egy bicskei gyermek otthon igazgatóját kell hatalmas kitüntetésben részesítsék. Jövessé. Hát mitől válik ez a bicskei iskola, vagy otthon, gyermekotthon, és annak az igazgatója olyan fontos, jó, állami kitüntetést sokat osztanak, de hát ő még Budapest székes főváros közgyűlése, önkormányzata se talál mást jobbat, mint hogy pont a bicskei gyermekotthon igazgatóját tüntese ki. Hát ezek azonban kérdések. És hogyha, és hogyha, valaki a kitüntetéseivel és a méltányolásával lényegében takargatta ennek az embernek a bűneit, vagy vélt bűneit, az is minimum tettes cinkos, cinkosi szerepbe kerül, vagy, vagyis ha nem is ilyen súlyú kategóriába, de legalábbis érintetté válik, és amikor ez kiderül, és ezt az embert jogerősen börtönbe vágják, akkor minimum bocsánatot kellett volna mindenkinek kérnie. Kedves testvéreim, a lavina elindult. Következő célszemély nyilván az, aki a Kisebb bűnt elkövetőnek megkögyelmező államelnököt rávette, hogy írja alá ezt a kegyelmi kérvényt. A hírek szerint, amit már az érintett sem cáfol, ez egy református pap volt. Azért mondom, mert eredetileg pap volt, aztán lett belőle miniszter is, püspök is, zsinati elnök is, amelyik tisztségeket ma még betölti. Egészen biztosan, hogy nem sokáig. Hiszen az nem lehet, hogy ő személyes befolyást gyakorol, ráhatást gyakorol a köztársasági elnökre, hogy kegyelmezzen már meg ennek a nem pedofil elkövetőnek, csak egy pedofilt a maga hazugságaival álcázó, vagy leplező embernek. És amikor a köztársasági elnök lemondani kényszerül emiatt, amit ő, Balogh Zoltán ért el nála, akkor Balogh Zoltán azt mondja, hogy elmegyek síelni, vagy elmegyek imádkozni Ausztriába. Elmegyek imádkozni. Milyen jó lesz csendben imádkozni. Hát ez bizony egy erkölcsi mélypont, bizony egy erkölcsi mélypont, ami lehet, hogy a magyar társadalomban megütközést vált ki. Meg kell mondanom, hogy számunkra nem volt meglepő, és nem is igazán ütköztünk meg rajta, mert mi akkor ütköztünk meg Balogh Zoltánon, amikor mondjuk 2012-ben, ezelőtt 12 évvel, amikor őt miniszteri székre jelölték, a lemondott a Nemzeti Erőforrások távozó miniszterének a helyébe, és akkor parlamenti bizottsági meghallgatás következik, akkor a Bizottsági ülésen, ami nagy nyilvánosság előtt zajlott, számos tévékamera jelenlétében élő közvetítéssel megkérdezte Novák előd, akkori képviselő, hogy amennyiben miniszter lesz, akkor támogatja majd a Magyarok Világszövetségét? Miről kapásból kijelentette, Azt a bűnbarlangot soha. A miniszter leszek. Egész tevékenységeim idején mindent elkövetek annak érdekében, hogy ne, ne jussanak támogatáshoz. Vagy hogyha ha szavazatom kell hozzá, akkor szavazatommal fogok ellene szegülni. Persze megfelelően felháborodott ezen a Magyarok Világszövetségének. Mondjam úgy, hogy több milliós. Hívő tábora és számos feljelentés záporozott Balogh Zoltán ellen, akinek a mentelmi jogát az országgyűlés mentelmi bizottsága sokszor tárgyalta, össze-össze sok-sok -össze feljelentést, és valamennyi alkalommal elutasította a mentelmi jogának a visszavonását, tehát megvédték Balogh Zoltát, ezt ez az ordító rágalommal. Rácz Sándor, aki az 1956-os forradalom nagy hőse volt, ekkor ő a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke, és elsőként reagált erre a Balogh Zoltáni kijelentése, és azóta is a világhálón számos helyen ott olvasható az a minősítése, amely szerint Balogh Zoltán bebizonyította ezzel a 2012. májusában kimondott szavával, hogy az emberi aljasságnak egy különlegesen mély szintjére jutott. Most ezek után, ezek után Balogh Zoltán még azt is megengedi magának, hogy az udinei autóbusz baleset, tudjuk, hogy hány gyerek égett el a kigyulladt autóbuszban, micsoda szörnyű tragédia volt ez az egész magyarság számára. Balogh Zoltán úgy beszélt róluk, hogy tűz áldozat tűzáldozatot nyertek. Tűzáldozat, tűzkerességen estek át. Tűzkerességen estek át. Kedves barátaim, ezek után nem meglepő, hogy miközben az a köztársasági elnök, akit ő vezetett be mellesleg a nagy politikába, hiszen Novák Katalin a politikai pályáját Balogh Zoltán miniszter titkárnőjeként, vagyis titkáság vezetőjeként kezdte, és onnan ívelt fel egy évtized alatt a politikai karrierje az államelnöki székig. Ő simán beáldozza, és nem áll melléje, és nem szolidarizál vele, amikor pontosan tudja, hogy ő vette rá személy szerint, hogy írja alá a kegyelmi kérvényt. Hát ez egy olyan erkölcsi mélypont, amin úgy tűnik, hogy megütközött az egész mai magyar társadalom. Megütközött. Hiszen rögtön elhatárolódtak tőle püspöktársak. Kiderült, hogy három református püspök van Magyarországon. Ő az egyik, aki egyben zsinati elnök is. A másik két püspök elhatárolódik tőle és legszívesebben azt menné, ha lemondana. Lelkészek kezdenek el tiltakozni, ajánlják fel fizetésüket, illetve a fizetés kiegészítésüket az áldozatoknak, hiszen Balogh Zoltánnak egy fél szava sem volt az áldozatokra. Egy fél, szava, egy fél gondolata sem volt. Ő egyedül egyre gondolt a maga írháját menteni valahogyan. És hát ennek meg lesz a bőtje szerintem közelebbről meg lesz a bőtje. Hiába menekült el egy olyan testület elől, amelyiknek amúgy sem lett volna joga őt visszahívni, hiszen az a testület, amelyik előtt tegnap megjelent, vagy tegnap előtt este megjelent, az arra alkalmatlan volt, hogy a püspöket visszahívja, de érezvén azt a közfelháborodást, ami Magyarországon ezt a tettét övezi, borítékolható, hogy rövid lesz a hátralevő püspöki mandátuma. És talán akkor közelebb kerülünk, közelebb kerülünk az igazsághoz, és közelebb kerülünk ennek a társadalomnak a megtisztulásához. de az út a magyarság megtisztulásáig hosszú. És az nem, ahhoz nem elég, nem elég az eddigi két áldozat, és nem elég, ha követi őket Balog Zoltán. Hiszen amint kiderül, csak ennek az egy ügynek olyan szövevénye van, és olyan sok szereplője van, és olyan szerteágozó, mint hogyha Magyarországnak az egyik kulcskérdése lett volna a bicskei gyermek otthon. Vajon mitől válik a bicskei gyermek otthon Magyarországnak ilyen fontos kérdésévé? Ezt kell mi megfejtsük, és meg kell a magyar társadalomnak fejtenie. Nem állhattunk meg azzal, hogy a magyar bíróság elintézte és lezárta az ügyet, Novák kegyelmet osztott annak, akinek nem kellett volna, és akkor térjünk napirendre a történtek felett. Nem. Egyáltalán nem lehet tudni, hogy voltak éppen mi történt. Itt még gazdasági érdekszálak is. A politikumhoz igen közelálló nevek is előkerülnek. Hogy ki mindenki érdeklődött, vett részt, a hatalom csúcsai közelében a miniszterelnök testvére, a legjobb vállalkozó barátja, és a többi, akik mind itt forgolódtak a, a bicskei gyermekotthon körül. Hát mi van itt? Mi zajlik ebben a bicskei gyermekotthonban? Egyáltalán mi történik? Mi történik a mi életünkben? Egy korábbi nemzetpolitikai előadásomban beszéltem arról is, hogy hivatalos hírforrásból, meg rendőrségi hírforrásból értesültem arról, hogy Magyarországon eltűnik évente 20 ezer gyermek. És ebből megkerül, megkerül 5 ezer. És a többi, és a többivel mi van? A többivel mi van? Hol vannak. Aztán tovább kutakodtam, érdeklődtem, szakemberekkel beszéltem, állítólag nem ilyen rémisztő a szám, csak a statisztikák, amiket hivatalosan közölnek, azok nem, nem, nem igazán követhetőek, mert tulajdonképpen az derül ki, hogy minden fél órában eltűnik egy gyermek Magyarországon, és hogy, hogy ez nem hír, és hogy, hogy nem hírérték. Aztán kiderül, hogy milyen sokan kerülnek meg, hogy a létező törvények szerint nagyon sok árvaházi, meg állami gondozású gyermek van, akik, hogyha egy fél órát késnek az otthonból, akkor már azonnal rendőrségi feljelentés születik, és egy óra múlva megkerül a gyerek, és akkor hát azért ezek a feljelentések működtetnek egy számlálót, és az a számláló halad. Tehát nem tudjuk pontosan végül is, hogy az eltűnt 20 ezer gyerekből hány gyerek kerül elő. És ezt szeretnénk, tehát vegyük úgy, hogy miután ez nem egy élménybeszámoló itt, és nem holmi előadás, hanem a Magyarok Világszövetsége elnökének közösségi megnyilvánulása. Vegyük úgy, hogy a Magyarok Világszövetsége közösségi megnyilvánulása hogy nem mondjam azt, hogy hivatalos megnyilvánulása, akkor innen és felszólítjuk a magyar állami hatóságokat, hogy pontosan tisztázzák, legalább tíz évre visszamenőleg, legalább tíz évre visszamenőleg, de lehet nyugodtan 30 évre visszamenőleg is. Vagy száz évre mondjuk 90 évre, azért mert állítólag egy eltűnt gyermekét 90 évig nyitva van a rendőrségi akta. 90 évig őt nyomozásban keresik. Hát akkor 90 évre visszamenőleg öntsenek tiszta vizet a pohárba, és írják le pontosan évről évre, hogy az adott évben hány gyerek tűnt el, és abból az akárhány gyerekből a mai napig hány került elő. Enélkül ezt a kérdést egy olyan világban, amilyen világban élünk, ahol a hírek arról szólnak, hogy uh, micsoda visszaélések vannak. És csak az Amerikai Egyesült Államokat nézzük a politikának milyen csúcsai, vagy a brit koronában, milyen csúcsai jutnak el a gyermekekkel szembeni visszaélések, vagy a gyermekek molesztálása, vagy gyermekekkel szemben elkövetett pedofil bűncselekmények? A politikum milyen csúcsai jutnak el szerte ebben a globalizált világban, ahol egy pillanat alatt ott vagy a világ másik sarkában? Hogy akkor elvárjuk, hogy Magyarország, öntsön tiszta vizet, e tekintetben is az élet lényegét érintő kérdésben, mert itt, itt nem csak testi sértésről, nem csak lelki sértésről van, hanem szó, hanem egy örökre eltűnt ember életében az életéről van szó. Tehát kérjük, hogy 90 évre visszamenőleg hozzák nyilvánosságra, hogy melyik évben hány gyerek tűnt el, és azoktól, azok közül a mai napig hányan kerültek elő? Ez az egyik dolog. A másik dolog, az ugyanide vág, mert hiába választanak most új köztársasági elnököt, azzal a kérdések nyitva maradnak. Ha már ez a bicskei dolog ilyen súlyúvá vált, hogy itt nem csak, hogy az előzményekben ott van az egész magyar politikai osztály, valami módon ott sürög, forog a bicskei iskola, vagy bicskei gyermekotthon körül, amelyik állítólag Battyányi kastély volt valaha. És amire ebben a kastélymániás világban ugyancsak lehetnek érdeklődők és jelöltek, akik azt szívesen birtokba vennék, mondjuk állami pénzből felújítanák, és valakinek magánszemélynek odaadnák. Mert ilyesmiről is szó van, ugye? Hát tudjuk, hogy az egyik vitás kérdés itt a magyar belpolitika asztalán az, hogy az állam évtizede milliárdok százait vagy ezreit költi kastélyok felújítására, és most eljött az a nagyszerű gondolat, hogy ezeket a kastélyokat adjuk oda valakiknek. Meg is bízták Lázár János minisztert, aki olyan nagyszerűen elintézte a nemzeti dohányboltok ügyét is, és meg sok minden mást, hogy akkor ezt az ügyet rendezze le. Ő ki is talált valamit, talán úgy, hogy nem embereknek adnák oda, hanem cégeknek adnák oda, lehetőleg offshore hátterű cégekkel. És Novák Katalin elnök asszony ezelőtt egy hónappal volt, ambátor ámbátor visszadobni ezt a törvénytervezetet az országgyűlésnek, hogy nézzék már, vagy nem tudom, alkotmánybíróságra küldte. Tehát nem írta alá. Ki is váltotta Lázár János haragját, aki nagyon magas lóról leszólta az akkori köztársasági elnök asszonyt, és Orbán Viktor is beszállt a ringbe, elmondta, hogy hát Na, nekem az én minisztereim autonómok, én nem tudok beleszólni az ő életükbe, hát hogyha Lázár ilyen, akkor Lázár ilyen. Tehát a kastélyokról. És az úgy jut eszembe, hogy itt is, Bicskén is van egy, ez a gyermek otthon, ez véletlenül egy kastély. Egy batyányi, miniszterelnök kastélya volt. Hát ha már miniszterelnöki volt, akkor akármilyen rendű rangú embernek egy kitüntetés lehet, hogy azt majd ebben a magyarországi kastélymániában esetleg megszerezze a maga vagy a családja számára. Tehát még az sincs kizárva, hogy ilyen alacsony érdekek is szerepet játszanak ebben az egész ügyben, amelyik tényleg olyan magas hullámokat vert a magyar közéletben, amilyen magas hullámok a taxis blokád óta nem voltak Magyarországon mert a taxis blokkád óta nem volt olyan helyzet, amelyik bármelyik pillanatban a kormány összeomlásához vezethetett volna. Vagy a társadalmi elégedetlenség olyan fokára jutott volna, ami zendülés, vagy népfelkelés, vagy kitű forradalom netán. A magyar nemzet nem forradal már, de ha egyszer forradalomra szánja magát, akkor arra 56 a példa. Vagy 48. Tehát igenis, annak érdekében, hogy itt tisztán lássuk, azt hiszem a minimum, amit el kell várnunk a magyar politikai osztálytól, a magyar államtól, hogy ennek a bicskei gyermekotthon igazgatójának az ügyét, a perét, teljes peranyagát, az utolsó leírt betűig, az utolsó vallomásig, és mindazt, amit ennek az eljárásnak során rögzítettek, azt hozzák nyilvánosság. Jó előre gondolom, hogy azt fogják mondani, hogy ez sérülnek a szegény gyermekeknek a jogai, meg az emberi jogok, meg elhiszem nem erőltetem. Akkor viszont egy olyan esküdszéket kell létrehoznunk, amelyikben, helyt, amelyikben gyermekpszichológusok, jogászok, tiszta erkölcsű emberek gyűlnek össze, és akik meg kell ismerjék ennek a peranyagnak az utolsó betűjét is. És akik között nem lehet olyan, aki az elmúlt 30 évben valamilyen állami tisztséget betöltött, vagy valamilyen államilag kiosztott pályázati pénzben részesült volna. Elfogadható? És ugyanezt, ugyanezt meg kell tenni a bűnsegéd perében is. Hát a K. Endre, vagyis Kónya Endre perének. Hasonlóképpen az összes iratát a magyar társadalom, a magyar nemzet, akár utolsó emberéig, vagy egy a nemzet politikailag érintetlen és fedhetetlen kiválasztottjai révén megismerhesse, és a történelem számára dokumentálhassa. Mert láttunk mi már justicmordokat, és vannak mordok. Mi van akkor, hogyha ilyen magas, politikai erőtérbe emelkedik ennek a gyermek otthonnak az ügye? Mi van akkor, hogyha vannak ártatlanok is azok között, akik börtönben senyvednek Ő Mert nem attól válik valaki bűnössé, hogy jogerősen kimondta egy bíróság attól válik bűnösé, hogy elkövette -e azt, amit a bíróság jogerősen kimondott. S a justice fogalma pedig arról szól, hogy olyanokat ítélnek el, a német szó halálos ítéletet fed, vagy olyanokat ítélnek halálra, akik ártatlanok. Hát bizony van a jogtörténetben a nemzetközi jogtörténetben és a magyar jogtörténetben is elegendő példa arra, amikor évek, évtizedek múltán kiderül, hogy teljes tévedés volt egy jogerős bírói ítélet. Nem áll szándékomban senkit védeni azok közül, akik védhetetlenek és akik nem méltók a védelemre de kötelességem kiállni mindazok ellen, mindazok mellett, akik ártatlanok, még akkor is, hogyha ők rá százan kiáltják rá, hogy tolvaj. Nekem, itt, mint a Magyarok Világszövetsége elnöke ebben a tisztségemben volt időm és alkalmam megtapasztalni azt, hogy milyen súlya lehet a rágalmazólag elhintett szavaknak, gondolatoknak, suttogó propagandával terjesztett valótlanságot. Klasszikus az a példa is, amikor egy rágalmazó tiltakozik az ellen, hogy a bíró őt börtönbüntetésre ítélte. Hát ő csak valamit mondott, valakiről valamit mondott, hogy, hogy ezért börtönbüntetés jár. A bíró nevelő szándékú ember volt, és egy így papír Odaadott az elítéltnek, azt mondja, most tépje ezt a papírt apró csíkokra. Mikor eltépte apró csíkokra, azt mondja, tépje a csíkokat is apró darabokra. Úgy, a szépen lett egy gyöngyölök belőle, most vigye ki az útra, tartsa fel a szélben, hogy a szél fújja szét, majd jöjjön be. Az elítélt megtette, visszajött, azt mondta a bíró, na most menjen ki, és szedje össze. Ha összeszedi, megkegyelmedek. Ime. És ez, csak, és ez csak egy ártatlan, rágalmazó szó, amelyiket nem lehet jóvá tenni. Hát valakit megrágalmaznak, az soha nem mossa le magáról, mert a hír az úgy terjed, hogy amikor a nem várt esemény bekövetkezik, azt mindenki tovább mondja. De amikor azt visszamondj, visszavonják, és amikor helyesbítenek, az már nem hírértékű. Azt már nagyon kevesen mondják tovább, és sokkal a kevesebbekhez jut el. Még hogyha tízszer mondják el azt, amit egyszer valótlanul állítottak, akkor sem valószínű, hogy eljut mindenkihez ennek a híre, vagyis a rágalmazás az jóvá tehetetlen, Sérelmeket okoz egy ember életében. Kedves magyar testvéreim, tehát úgy gondolom, hogy ezeket már most le kell szögezzük, és ezeket most követelnünk kell. Ennek a két pernek a teljes iratanyagának a nyilvánosságra hozatalát, és nem érdekel minket azt, hogy sok. A Pfizer, a Pfizer ügye, hallották ezt a nevet. Ez egy gyógyszercég, egy amerikai gyógyszercég. A Pfizer arra kötelezte a bíróság, hogy havonta hozzon nyilvánosságra a COVID-vakcinákkal kapcsolatos kutatásaiból és gyártási eljárásaiból származó 50 ezer oldalnyi dokumentumot havonta addig, ameddig az összes nyilvánosságra nem hozta. Hát, hogyha ezt meg lehet tenni, és erre létezik bírósági precedens, és a Pfizer az csak egy cég, akkor a magyar államot is lehet kötelezni arra, hogy a maga szép nagy apparátusával és korlátlan pénzforrásaival mozgósítson oda annyi embert, és ő is 50 ezer oldalnyi anyagig havonta vagyis egy hónap alatt hozzá nyilvánosságra, vagy hogyha arra a következtetésre jutna, hogy ezt nem lehet az említett emberi jogok miatt, akkor készítse elő az anyagot, és az eskü cég majd fel fog állni, és, és, addig ez a politikum, ez a mai politikum nem kapja meg a maga felmentvényét. Lehet, lehet, hogyha nem sietnek ezzel, akkor őket is utoléri Novák Katalin és Varga Judit sorsa. Lehet. Mert nem lehet tudni, hogy hol áll meg ez a folyamat. A magyar nép látszólag tunya. Látszólag közömbös. Patópálos. Elj ráírunk mi arra még. És az igaz, a magyar nép életének sok-sok évszázadára sok-sok ezer-tízezer esetére lebontva. De az is igaz, hogy a magyar nép életében számos olyan történelmi pillanat van, amikor szinergetikusan, vagy, vagy isteni szándék szerint úgy összegyűlik az akarat, és akkor a magyar nép, két hét alatt, max. három hét, leges egy hónap alatt, annyit végez el a, társadalom, a társadalmi szer, önszerveződésben, amennyit más népek évszázad alatt. Ez volt március 15-e. Március 15-e egy nap alatt be volt fejezve a forradalom. Egy nap alatt este mindenki az operaházba volt, és nézte az előadást. Közben jóváhagyották a 12 pontot a Városi Tanácssal, jóváhagyották a 12 pontot a Bécsi helytartó tanácssal, kiszabadították Táncsics Mihályt a börtönből és este mindenki az operában volt, elvégre kultúrnemzet vagyunk. És az a kultúra nem győzikével kezdődik. Az a kultúra nem győzikével kezdődik. Hát kedves barátaim, igen, 56. Hát 56-ot pedig nem mondjam tovább. Hát voltak éppen. 56 is két nap alatt lezajlott, ami a forradalmat, sőt, egy nap alatt a forradalomnak vége volt. Este, amikor a rádió székházából tüzet nyitanak fél tízkor a tüntetőkre, attól a kezdve az már szabadságharc. Hát a forradalom addig van, ameddig felkelsz, és megdöntöd a hatalmat. Vagy első, elsőként tüzet nyitasz a hatalomra. De Stalin már le volt döntve ekkor, amikor tüzet nyitanak. Amikor tüzet nyitanak a hatalom oldaláról, attól a perctől kezdve ez szabadságharc. És annak is volt egy forrongási ideje, volt két-három hétnyi forrongás, ami ezt megelőzte. Éme, ezek a, ezek a nemzeti karakterből adódó adottságok, ezek tetten érhetők a magyar fociban is, és tetten érhetők a magyar élet akárhány oldalán. Látszólag közömbös, látszólag nem érdekel, végtelenül jó hiszem, hogy Dante megénekelte az 1200-as években, hogy ó boldog Magyarország, már csak ne hagyná magát megtéveszteni, mert végtelen jó hiszeműségében a magyar mindent elhisz. Mindent. A legnagyobb ordas hazugságokat is elhiszi. Hát miért, miért hazudna az illető? A magyar nem azhoz van szokva, hogy azt mondják nekik a vezetői, hogy ne nézzétek azt, hogy mit beszélek, mert én hazudok nektek, hanem azt nézzétek, hogy mit csinálok. Találjátok ki abból, hogy mit csinálok, hogy mit akartam nektek mondani. A magyar nem ilyen. A magyar olyan, hogy elvárja, hogy a szavadér jót és a idér vállal a felelősség. Minket arra neveltek gyerekkorunkban, hogy magadért állj jót, fiam. Igaz, hogy ennek aztán az lett az eredménye, hogy marhavagonban költöztettek minket innen oda, szüleimet. Én már ott születtem a deportálásban. De egy olyan világ volt, amelyiknek volt tartása. És hogyha a magyarság élni akar, akkor ezt a világot vissza kell hoznia nem kell keresgélni, nem kell a sötétben keresgélni. Itt van az két a világ, és az két a világ meg fogja újítani a magyarságot, és folytatólag meg fogja újítani az egész világot. Mi ezzel a hittel élünk, és ezért cselekszünk. Kedves barátaim, akik ennél nagyobb szenzációt vártak tőlem a magyar belpolitikai helyzetről, azoknak még el kell jönniük a következő havi előadásomra is, vagy arra az előadásomra, amelyiket majd akkor tartok meg, amikor ez a várható fejlemény bekövetkezik. Kedves barátaim! A a világ felé való fordulásunkban vannak Folyamatosan tetteink, és most már beszélhetünk épülő hagyományainkról is. Egyik ilyen hagyományunk az, hogy december 21-én, a téli napfordulón, amikor a fény születik, és amikor eleink keretsen sóimokat röptettek, akkor egy magyar szert tartunk itt a székházunk előtt. És ezt azóta gyakoroljuk, amióta sikerült a székházunk tetejére visszahelyeznünk a turult. Ugyanis a turul az a magyar ősiségben a Szent Lelket testesítette meg, vagyis azt, ami a leglényegesebb az emberi életben, a lelket. Mert a lélek az az élet elve. A lélek. Az az élet elve. És hogyha megfosztunk egy embert vagy egy közösséget a lelkétől, akkor hiába él, hiába mozog, hiába tántoríthatatlan erejű, úgyis Kongó céltalan ürességé válik. Tehát a skita hagyományainkhoz való visszatalálásban a lelkiség megtalálása elsődleges, és ezért, tudva azt is, hogy skita jeleink milyen szerepet játszottak a kereszténység létrejöttében, amiről ma már szóltam, úgy döntöttük, hogy ezt a magyar szert itt az utca sarkán, a Kossuth Lajos és a Semmelweis utca sarkán, a következőképpen nevezzük meg. A fény születésétől Jézus urunk születéséig. Hiszen a karácsony szó is a kerecsen sólyom röptetésből származik, és innen vették át Európa szomszédos népei, és Jézus Urunk tanítása is a Skita erkölcsökben és a Skita világban gyökeredik. Tehát ezzel a puszta címmel, amit így ennek a rendezvénynek adunk, és hogyha megfelelő tartalmakkal töltjük fel, akkor ez is döntő módon hozzájárul majd ahhoz, hogy visszataláljuk a mi Skita erkölcseinkhez, Skita lelkületünkhez, és mindenhez, ahhoz az két a világhoz, amelyik nélkül ez az egész mai emberiség halálra van ítélve. Most az utolsó magyar szerünken, amelyiknek mindig is Onodi Krisztián volt a főszervezője, nemzetőrök őrizték a Szent Koronának odaérkező másolatát, és elhatároztam, hogy őket a Magyarok Világszövetsége emléklapjával tüntetem ki. Természetesen nem a magam, hanem a Magyarok Világszövetsége nevében. És akkor engedjék meg, hogy átadjam ezeket az emléklapokat. Legelőször Dózsa István főtörzsőrmester úr számára. Folytatólag Garamszegi József, nemzetőr, őrnagy úr számára. Hasonlóképpen Dányi Robert nemzetőr ezredes urat kérem. És végül úgy, ahogy illik a, az értelmi szerzőknek a sor végén, de tulajdonképpen legelő, Onodi Krisztiánt hívom, hiszen ő volt a főszervező. És nem első ízben. Megkérdezem, hogy a kitüntetettek közül valaki óhajt szólni. Akkor ide, csak a mikrofon van nekem, külön magámban majd el lehet mondani. Én megköszönni. A... Hát elnök úrnak szeretném megköszönni a oklevelet, és azt szeretném mondani, hogy május 1-én, most 9. alkalommal is Balasagyarmaton megtartjuk az két napokat és nem csak önt, hanem esetleg a többi érdeklődőt is szeretettel várjuk Balasagyarmaton. Ott a, úgy néz ki, hogy a fiúk is jelen lesznek, úgyhogy erről szerettem volna egy, egy így. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Május 1 van némely fenntartásom a május 1 közszereplésekkel, nem a munkásosztály ünnepe miatt, hanem azért, mert ezt tudjuk, hogy ez is egy eredetileg a Skita elején idején nem tudom mi volt, de aztán mikor ez a világ átvette a hatalmat a francia forradalom óta, ez a szabadkömövesség illuminátus rétegének az ünnepe. Úgyhogy ezt azért nem már tudni ebben a politikai közegben. De ez csak a közszereplésemet illeti. Magánemberként én is szabad vagyok. És akkor még egy nyilvános köszönet mondással tartozom Peibert Robert Gyula számára, akinek megjelent új könyve, az Kita Turul dinasztia örökösei. Pont jókor, jó helyen és jónak mondják. Nem az az igazi jó, amit Csányi Sándor mondott, hogy jókor, jó helyen állt, és aztán ő lett Magyarország leggazdagabb emberek. Múltban volt, ma már nem ő, hanem jókor, jó helyen, skita elejénk álltak, és mi nekünk is oda kell törekednünk. Köszönöm szépen a figyelmet, és most kérem, hogy énekeljük el közösen a szózatot.

Tekintettel a már jelzett és minnyájuk által ismert mély politikai válságra, én most nem kérnék se kérdéseket, se válaszokat, mert a válaszokat úgyis megadja az idő nap mint nap. És aztán majd mi majd leülünk, hogy amennyiben tévútra haladna ez a fejlemény, vagy amennyiben olyan változások, olyan valóságok derülnek ki amelyek számunkra teljesen ismeretlenek, akkor azoknak az elemzésére kitérjünk. Köszönöm szépen a megjelenésüket és a megértésüket.